60-an kaptak bizonyítványt, roma nők és férfiak vehették át a gyermek és ifjúság felügyelői szakmájukat igazoló oklevelüket Balogh Zoltán minisztertől. Egyre több a nyugdíjas szövetkezet. Országos szinten már 114 közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapítottak tavaly július óta. Lakossági fórum. Magyarország mellett egyre több ország gondolkodik hasonlóan a migráció kérdésében. Többek között a visegrádi országok, vagy Olaszország is. Hívta fel a figyelmet Bitai Márton, Nyírlugoson. Mintegy 60 roma nő és férfi vette át ma a gyermek és ifjúság felügyelői szakmáját igazoló bizonyítványát Máté Szalkán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A bizonyítványosztáson Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a romák becsületet és tisztességet szereznek a munkával és a tanulással. A bizonyítványokat a társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkárral adták át a szabolcsi településen. Máté Szalka mellett Miskolcon, Békéscsabán és Pécset képeztek gyermek és ifjúsági felügyelőket. A pályázati programban csak romák vettek részt. Ebben a szakaszban 60-an szereztek képesítést. A Nő az Esély című projekt Máté Szalkai eseményén Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta. A romákat tanulással és az azt követő munkába állással nem csak maguknak, hanem saját etnikai csoportjuknak is megbecsülést szereznek. Balogh Zoltán hozzátette, minél több tisztességesen dolgozó romát látnak az emberek, annál kevésbé maradnak meg az elő- és utóítéletek. Nő az esély. Azt hagy mondjam, hogy ez a program tovább tart, ugye főigazgatott 2020-ig van ez a program, és aztán szeretnénk majd újraindítani ezeket a programokat, és minél több ember bekapcsolni a munkavilágába. 1100 roma nő és néhány férfi 24 hónapon keresztül támogatott foglalkoztatásba részesült, 12 hónapos kötelező foglalkoztatással, és a továbbfoglalkoztatás 95%. Ez valóban az SZJF-nek elsősorban az érdeme, meg annak, hogy sikerült megtalálnunk a kapcsolatot az ellátórendszer meg a programok között. A miniszter hozzátette, ez a szám annak értelmezésében még jobban mutat, hogy Nyugat-Európában a 15-20%-os eredmény már jónak mondható. Balogh Zoltán, Langerné Viktor Katalinnal, a társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkárral adta át a bizonyítványokat. Országos szinten már 114 közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapítottak tavaly július óta. Ez lehetőséget biztosít a nyugdíjas korosztálynak a munkavállalásra, akár rész, akár teljes munkaidőben. Az idősek nem elsősorban a kereseti lehetőség miatt keresnek állást. Sokkal inkább a minőségi időtöltés és a közösségi élmény motiválja őket, hangzott el a Nyíregyházi Fórumon. Nyíregyházán is sok volt az érdeklődő a nyugdíjas szövetkezeti szakmai napon. Az országjáró fórumnak 20 állomása van. A rendezvény célja, hogy tájékoztassák a nyugdíjasokat, hogy milyen előnyökhöz juthatnak, ha belépnek a közérdekű szövetkezetekbe. Nagyon sok nyugdíjasnak jó fog jönni a kiegészítés a nyugdíjához. Azon kívül ismét aktívakká tudnak válni, tehát nem otthon ülnek és unatkoznak, idézőjelben nem mindenki unatkozik természetesen, hanem visszakerülnek a munkavilágába. Ez egy nagyon hasznos dolog, nagyon jó kezdeményezés volt a kormányzat részéről, ezért támogattuk mi is a VOSZ mellé. Nem beszélve, hogy nagyon munkaerőhirány, tehát a vállalkozásnak is szüksége van a tapasztalt, jó képzett nyugdíjasokra, akik ismét visszakerülnek az ő szakterületükön valamilyen munkahelyre. Ez azért is lehet kedvező a vállalatok számára, mert a tapasztalt idősebb munkavállalók saját tapasztalataikkal segíthetik a szakmai generációváltást. A pályakezdő fiatalok így munka közben is tanulhatnak. A nyugdíjasok dolgozhatnak teljes 8 órás vagy részmunkaidőben. Ez mindenkinek saját kapacitásától és szabadidejétől függ. Attól függ, hogy a nyugdíjas milyen végzettséggel, milyen tapasztalattal rendelkezik, van, aki a fizikai munkát értelemszerűen azt részesíti előnyben, és hát egyre többen is jelentős számban jelentkeznek azok, akik szeretnének diplomával, vagy éppenséggel érettségivel, de jelentős adminisztratív tapasztalattal elhelyezkedni. Úgyhogy én azt gondolom, minden fajta munkára van érdeklődünk. Közérdekű nyugdíjas szervezeteket 2017. július 1-től lehet bejegyeztetni. Eddig 114 szervezet alakult országos szinten. Ez is jelzi a nagymértékű érdeklődést. Az eddigi tapasztalatok alapján a nyugdíjasok legszívesebben napi 4-6 órában vállalnak munkát, heti 3-5 napon.
A bérezés legtöbb esetben a minimálbér fölött van a nyugdíjas munkavállalók esetében. A tagi jövedelem is valóban széles skálán mozog, annak egy mértéke van. A személyes közreműködés, amit maga a tag, tehát adott esetben a nyugdíjas vállal, mindig arányos, amit megkaphat a személyes közreműködésével, és egyébként a szövetkezet összbevételéből a 85%-ot törvényi garancia mellett ki kell adni a nyugdíjas tagok számára. Ez egy biztosíték a nyugdíjasok számára. Arányosan a személyes közreműködésükkel kapják meg a jövedelmet, és általában a szövetkezetre vonatkoztatva 85%-ot biztos, hogy megkapják. A nyíregyházi térségben a foglalkoztatás szempontjából a feldolgozóipar és a gyáripar az a két terület, ahol jelentős a munkaerőhiány, és nagy hasznát veszik majd a nyugdíjas munkavállalóknak. Magyarország mellett egyre több ország gondolkodik hasonlóan a migráció kérdésében. Többek között a visegrádi országok vagy Olaszország is. Erre Bitay Márton hívta fel a figyelmet Nyírlugoson. Az állami földprogramért felelős miniszter a településen tartott lakossági fórumon emlékeztetett azokra az eredményekre is, amelyeket a kormány a magyar emberekkel közösen ért el. Korábban igen nagy tartozást halmozott fel Nyírlugos, azonban a kormány 2014-ben rendezte a város 1 milliárd forintos tartozását. Azóta a település új lendületet kapott, ez Simon Miklós hangsúlyozta Nyírlugoson, ahol Szent Péter és pár görög katolikus óvodában hétfő este tartott lakossági fórumot. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, az új lendületet alátámasztják azok a beruházások is, melyek az utóbbi években hozzájárultak a település fejlődéséhez. Sikerült elérnünk azt, hogy a választókerületben hatodikként új kormányablak létesült a városházán, és ilyen formán a térség 10 000 polgárának könnyítettük meg az ügyfél körhöz való csatlakozást. Tehát nem kell nekik Nyírbátorba beutazni, vagy Máriapócsra, vagy Nyiradonyba, hanem itt helyben tudják elintézni az ügyeiket. Ezen kívül az iskola energetikai fejlesztésen ment keresztül. A gázfűtési rendszert kiváltottuk a legmodernebb hőszivattyús rendszerre, ez 160 millió forintba került. Simon Miklós hozzátette, hamarosan indul a 49-14-es út felújítása is, mely Nyírlugost és Nyírmihályit köti össze, ez 420 millió forintból valósul meg. Egy fontos dátum előtt áll az ország, erre már a fórum vendége Bitay Márton hívta fel a figyelmet. Az állami földprogramért felelős miniszter szerint az április 8-ai választás legfontosabb kérdése, hogy Magyarország bevándorló országgá válik-e, vagy sem. Mi azon küzdünk az Európai Unión belül is, hogy ez az esztelen migrációs áradat, pontosabban a migrációs áradat esztelen kezelése alól Magyarország kimaradjon. Ezért építettünk kerítést, hogy megvédjük a magyar embereket, ezért küzdünk a kötelező betelepítési kvóták ellen, és azt gondoljuk, hogy alapvetően ez a kérdés határozza meg Európa jövőjét közép és hosszú távon. De ezzel nem vagyunk egyedül, a visegrádi országok, ha jól megnézzük, Ausztria, vagy ha figyelünk jól a választási eredményekre, akkor Olaszország, Bajorország egyre többen csatlakoznak ehhez a véleményhez, hogy a baj Európába importálása helyett a segítséget kellene odavinni, ahol erre valóban szükség van, és nem tartjuk egy jó ötletnek azt, hogy Európára rászabadul ez a migrációs áradat. A fórumon Bitay Márton beszélt azokról a kormányzati eredményekről is, amelyeket a kormány a magyar emberekkel közösen ért el. Így többek között a családtámogatási rendszerről, az adókedvezményekről, illetve kiemelte azt is, hogy az elmúlt években 700 ezer új munkahely jött létre. Közel 100 ezer 65 év feletti idős ember bővítheti infokommunikációs ismereteit az év végéig. A kormány a digitális jólétprogram keretében indított számukra képzést, ennek során az idősek megtanulhatják a digitális eszközök használatát, illetve elsajátíthatják az internetes kommunikáció alapjait is. Az ingyenes programban való részvételre Nyíregyházán is hamarosan lehetőség nyílik. Idősek ismerkednek a számítógép használat alapjaival. Ők még nem a digitális világba születtek, számukra sokszor hosszabb tanulási folyamat szükséges a 21. századi eszközök használatához. Ebben segít a kormány által elindított digitális jólétprogram új képzése.
Az idősügyi infokommunikációs program keretében az idén 100.065 év feletti polgár szerezheti meg a számítógép és internet használattal kapcsolatos alapismereteket, vagy mélyítheti el tudását. A képzés az ország több pontján zajlik, többek között Nyíregyházán is. A mobiltelefonok, az iPad-ek, a számítógépek, az internet használat, a közösségi média mind-mind közelebb jön hozzájuk, és ezáltal egy még egészségesebb, hiszen hogyha aktívan élik az idősebbek, akár mentálisan is az életüket, akkor bizony sokkal, de sokkal hosszabb életük is lehet, és boldogságban, egészségben. Úgyhogy mindenkinek vannak unokái, gyermekei, akikkel még szorosabban tudják tartani a kapcsolatot. A képzésben igen nagy szerepük van a digitális jólét program mentorainak. Az ő feladatuk túlmutat az egyszerű tudás átadáson. Minden emberben van képesség, tehetség, tudás, és ezt bővíteni akkor lehet igazán, ha ott van a jó pedagógus. És ez a pedagógus, a mentornak nem csak az a feladat, hogy technikailag tájékoztasson, és automatikus mozdulatokkal tanítsa meg az idősebb embert, hogyan kell kezelni, hogyan kell skype-olni például, hanem a lényege az is, hogy az ember is ott legyen mögötte. Tehát, hogy tudja, hogy mire használja, mire fölösleges használnia. A mentorok képzése már befejeződött, ők 12 modulban heti 2x2 órában segítik majd az idősek ismerkedését a digitális világgal. A program ingyenes, a tanuláshoz segédanyagokat is biztosítanak a képzés során. Magyarországon először Nyíregyházán nyílik lehetőség a Vojta módszer elsajátítására. Európában 50 éve használják sikeresen a gyógytechnikát csecsemők korai terápiájában, gyerekek, fiatalok és felnőttek rehabilitációjában. A József András Oktató Kórházban március 20-a és 29-e között rendeznek a Vojta módszerről továbbképzést. Az 50-es évek közepén a müncheni gyermekklinikán szerzett tapasztalatai alapján dolgozta ki a reflexlokomóción alapuló gyógytechnikát, a Vojta terápiát Vaklav Vojta cseh professzor ideggyógyász. Ez a módszer közvetlenül lép közbe a mozgást és tartást irányító agyi folyamatokba. A terápia során hason, hanyatt és oldalfekvésből kiindulva a törzsön és a végtagokon ingereket keltenek, melyek ideális mozgásmintákat váltanak ki, így erősítik a gyermek gyengeségeit a reflexeik működtetésével. A képzés egyedülálló Magyarországon, és először Nyíregyházán nyílik lehetőség a Vojta módszer elsajátítására. A módszer alapjairól március 20-a és 29-e között tartanak továbbképzést a József András Oktató Kórházba. A részvételhez szigorú feltételeknek kell megfelelni. A Vojta terápiás képzésen való részvételnek nagyon-nagyon szigorú előfeltételei voltak. Azon kívül, hogy csak gyógytornász végzettségű személy jelentkezhetett, azon kívül a németek egy nagyon részletes munka, 2 éves gyakorlat kell hozzá, és az sem volt mindegy, hogy ezt a 2 évet hol és milyen intézményben töltötték el a gyógytornászok, hiszen olyan gyógytornászokat vártunk, akiknek megfelelő mennyiségű gyermekgyógyászati gyermekekkel való gyakorlata van, mert itt már a Vojta képzés egy teljesen gyakorlatorientált képzés lesz, amelynek már egy bizonyos anatómiai élettani alapokkal rendelkezniük kell a hallgatóknak ahhoz, hogy ezt elsajátíthassák. A terápiát minden esetben megelőzi egy részletes státuszfelvétel a gyerekek részére. Ezt követően a megfelelő terápiás beavatkozások bevezetése történik, amelyet a szülő részére tanít meg a terapeuta. Hiszen a terápiát naponta legalább 4x kell alkalmazni a gyermeken. A módszer igen összetett gyakorlatokat tartalmaz. A terápia úgy néz ki, hogy különböző pozíciókból, hason, oldalt és háton fekvésből jól meghatározható zónákat ingerelve egy egész mozgás komplexet váltunk ki, amely vele született. És nem csak a pozíciókat, hanem izületi szögeket is felhasználva, tehát jól meghatározott izületi szögeket is felhasználva kiválthatóak ezek a mozgásminták. A módszer kortól függetlenül alkalmazható, csecsemőknél, kisgyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Többek között mozgáshibák, agyi zavarok és gerincfeldőlés megelőzéséhez, illetve gyógyításához.
Szél Bernadett Nyíregyházán tartott nyílt sajtótájékoztatót. Az LMP-s miniszterelnök jelölt az oktatási rendszer fejlesztésének fontosságát, a megfelelő bérezést, valamint a mezőgazdaság és az egészségügy támogatását emelte ki nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az LMP miniszterelnök jelöltje azt is kifejtette, hogy leszámolnának a politikai korrupcióval is. Rossz bérekért dolgoznak magyar emberek ebben az országban, olyannyira rosszak, hogy sokan úgy döntenek, hogy nem is maradnak itt, hanem elmennek külföldre. Bécsben voltam, hétvégén bécsi magyarokkal találkoztam, de voltam kint Londonban és Brüsszelben, és találkoztam ott élő magyarokkal, és az én vállamon sírtak olyan nagymamák, akik szerették volna, hogy együtt maradjon a család, de jobb az úgy, hogy a gyerekeknek menjenek csak és nyelték a saját könnyeiket. Mi nem akarunk egy olyan országot, ahonnan kényszerből mennek el az emberek. Az más dolog, ha valaki egy fél évet külföldön akar egy egyetemen tölteni, vagy egy kicsit kipróbál egy másik országban a kultúrát. Ez a 21. század, mi ezt tudjuk, de itt nem erről van szó. Átadták az új játszóteret Nyírbogdányban. A település gyártelepi részén új hinta, csúszda és mászóka biztosítja a gyermekek szórakozását. Az átadó ünnepségen a család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, Magyarországon egyaránt jó gyermeknek és szülőnek lenni, a kormány pedig a családalapítást is támogatja. A hideg télies időjárás ellenére is átvágták a szalagot itt a nyírbogdányi gyártelepen. A gyermekek ezen túl a régi focipálya helyén épült játszótéren is eltölthetik majd szabad idejüket. Ez a szép új játszótér az bizonyítja, hogy nekünk, akik itt élünk, ez a világ közepe. Magunkénak érezzük, nem közömbös számunkra, hogy milyen körülmények között élünk, van bennünk kellő erő és akarat az összefogáshoz. A közös vállalkozás sikeres viteléhez. Polgármesterként jó tudni, hogy számíthatunk az önök segítségére, önök is számíthatnak ránk. Kedves barátaim, az új játszótér a közösség törődését, megbecsülését is kifejezi. Az átadáson a család és ifjúságügyért felelős államtitkár kiemelte, Magyarországon egyaránt jó gyermeknek és szülőnek lenni, a családalapítás feltétele is adott hazánkban. A nyírbogdányihoz hasonló közösségi terek kialakítása pedig az egész család számára hasznos. Amikor játszóteret építünk, akkor azt fejezzük ki, hogy a gyerekeknek a legfontosabb tevékenysége a szabad játék. Hogy az a feladatunk, hogy a gyerekek számára megőrizzük az életet olyannak, hogy nekik csak játszaniuk kelljen, amikor még egészen picik, hogy koncentrálhassanak erre, hogy igazán maradhassanak meg gyereknek, hogy a gyerekeknek más dolga ne legyen Magyarországon, mint alapvetően gyereknek lenni, és élvezhessék ki ennek minden percét. Ezen dolgozunk, amikor a családpolitikai kérdésekről döntünk, ezen dolgozunk akkor, amikor a gyerekeknek 3 éves kortól óvodai férőhelyeket biztosítunk, amikor számukra ingyenes étkezést, jó minőségű ételeket biztosítunk a bölcsödében, az óvodában, amikor ingyenes tankönyvellátást biztosítunk a gyerekek számára, és erről szól az is, hogy a szüleik számára is igyekszünk gondtalanabbá tenni a hétköznapokat. A nyírbogdányi átadón a település országgyűlési képviselője, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter arról beszélt, a beruházás kiemelkedően fontos a település életében. Fejlesztési miniszterként nagyon sok helyre volt az elmúlt 4 évben, vagy alapkövet letenni, vagy valamilyen fejlesztést átadni. De olyan helyen nagyon keveset vagyunk, ahol kizárólag önerőből egy településnek a saját anyagi forrásai felhasználásával épülnek fejlesztések. És ez most a mai ez ilyen. Az új hinta, csúszda és mászókák használatát ezentúl már csak az időjárás befolyásolhatja Nyírbogdányban. A nyírteleki kedves házpedagógiai programja a 94. értékként került be tavaly novemberben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. Ennél és számos érték bekerülésénél kiemelt szerepe van a kormányhivatalnak is. Ezt a kapcsolatot is bemutatták a Lépésről értékre sajtótájékoztató sorozat 4. állomásán. 23 éve működik a Kedvesház Kollégium, amelynek pedagógiai programja országos szinten is egyedülálló. Ez a módszer tavaly novemberben került be 94. elemként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárba. A Kedvesház egy különleges eleme, különleges része a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárnak. Egyrészt azért, mert talán nem a megszokott értékek sorába tartozik, hiszen nem a múltból gyökerező érték, hanem a jelenben megvalósult olyan teljesítmény, olyan pedagógiai módszer, amelyre azt hiszem, hogy méltán lehetünk büszkék, és ez kifejezetten csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére jelentő, csak itt valósult meg. Tehát ez egy olyan jó gyakorlat, amelyet mindenképpen sokszorosítani lenne szükség, és ezen is dolgozunk mind a Kedvesház vezetőjével, mind pedig a politikai szereplők is,
és a megyei értéktárnak a szereplői is ezen vannak, hogy minél hamarabb lehessen ezt úgymond megvalósítani más településeken is. Az értéktár működtetésében fontos szerepe van a kormányhivatalnak is, amely több szálon is segít és koordinálja az értékek gyűjtését és azok bejegyzését. Megyei kormányhivatal két fontos szálon kapcsolódik a megyei értéktárhoz. Egyrészt, mint hatósági tevékenységével, az engedélyező tevékenységével, itt lehet gondolni építésügyre, örökségvédelemre, régészetre, környezet és természetvédelemre, hogyha az egyébként egy települési tájegységi vagy egy megyei értéktárban szereplő dologgal kapcsolatos. A másik pedig a kormány megbízottnak a koordinációs jogköre, amit számára jogszabály biztosít, és ebben a tekintetben is van egy olyan szerepköre, hogy igény esetén összehozza a szereplőket, és ezzel is támogassa a települési és megyei értéktáraknak a bővülését. A 2012-es Hungarikum törvény a megyei értéktár mellett lehetőséget ad nem csak települési értékek gyűjtésére, hanem tájegységi értéktár létrehozására is. Megyénkben egyetlen ilyen van, a Rétközi értéktár. A kisebb értéktárak tartalma sok esetben megegyezik a megyei értéktárral is. A Kedvesház pedagógiai program mellett a Paszabi Szőttes, amely a hagyományainkra utal, mellette ott található Besenyi György munkássága, a Tiszabercelli szülőháza, emellett a Kabai módszer Tiszavasváriban, hiszen a modern vegyipar alapja, vagy a modern gyógyszergyártás alapja, ez a két világháború között elindult Tiszavasvári környékén. Benne van a nyíregyházi bokortanya rendszer, ez a sajátos települési rendszer, amely itt alakult ki a 18. században, és hát Nyíregyházának ez egy, hogy mondjam, majdnem, hogy azt tudom mondani, nagyon híres része, és benne van még a Tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő gyógyvize, amely országosan, sőt, tehát országhatáron túl is híres. Ezért is fontos, hogy az értékgyűjtő munkába minél többen bekapcsolódjanak. A küzdősportok 15 különböző irányzata mutatkozik be szombat délután Nyíregyházán a Continental Arénában az érdeklődőknek. A küzdősporták választóra a szervezők minden korosztály képviselőit várják. Este pedig egy K1 gála keretében 10 mérkőzést rendeznek, amelyeken világ és Európa bajnokok lépnek majd szorítóba. Sportágválasztót már több alkalommal is rendeztek a megyében, de csak a küzdősportokat bemutató eseményre első alkalommal várják majd az érdeklődőket Nyíregyházán. A szervezők amellett, hogy bemutatják a különböző irányzatokat, szeretnék eloszlatni a küzdősportokkal kapcsolatos előítéleteket is. Elsősorban a fiatalokra számítanak, de mint hangsúlyozták, soha nem késő elkezdeni az önvédelem szempontjából is fontos sportolást. Szeretnénk közelebb hozni az embereket egyrészt a küzdősporthoz, meg sajnos az élet aktualitása is az diktálja, hogy sose árt, hogyha az ember egy-két úgymond önvédelmi fogással tisztában van. Egyrészt, másrészt pedig ugye a jelenlévő edzések, amik nálunk jelen vannak, ott többször találkozunk vele, hogy a szülők hoznák a gyermeket, de félnek attól, hogy megsérül, vagy valamilyen problémával találkozik az edzés során. És ugye ezt a tévhitet szeretnénk eloszlatni azzal, hogy közel 15 küzdősporták, közel 20-25 nyíregyházi klubja lesz jelen ezen az eseményen. Ezek az edzések kipróbálhatóak lesznek, végignézhetőek lesznek, azaz hát ott személyesen tapasztalhatják meg a küzdősportokat. A 13 órától 17 óráig tartó sportágválasztót követően 19 órától nemzetközi K1 gála következik, amelyen 10 párharcot láthatnak a küzdősportok szerelmesei. Szorítóba világbajnokok, Európa bajnokok, világkupa győztesek lépnek, lesznek szlovákok, ukránok, ukrán világbajnok is lesz, a románok is lesznek, lesz közöttük egy olyan srác, aki magyar, de ott ez Romániában, és nem is egy-kettő, a Ruzsinszki is van, meg a Jóni Márté. Ők magyarok, de Romániában edzenek, és elég jó neves klubban edzenek. A gálát különböző kísérő rendezvények színesítik majd, a bevételt pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány javára ajánlották fel a szervezők. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Mintegy 60 roma nő és férfi vette át ma a gyermek és ifjúság felügyelői szakmáját igazoló bizonyítványát Máté Szalkán. A bizonyítványosztáson Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, a romák becsületet és tisztességet szereznek a munkával és a tanulással. A bizonyítványokat a társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkárral adták át a szabolcsi településen. Országos szinten már 114 közérdekű nyugdíjszövetkezetet alapítottak tavaly július óta. Ez lehetőséget biztosít a nyugdíjas korosztálynak a munkavállalásra, akár rész, akár teljes munkaidőben. Az idősek nem elsősorban a kereseti lehetőség miatt keresnek állást, sokkal inkább a minőségi időtöltés és a közösségi élmény motiválja őket, hangzott el a Nyíregyházi Fórumon. Önök a Költség Televízió híradóját látták március 20-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Jelentős változás nem várható időjárásunkban, folytatódik az átlagosnál több fokkal hűvösebb idő. Az előttünk álló éjszaka eleinte túlnyomóan borult idő lesz, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Hószálingózás, havazás egyaránt valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hét második felében egyre több felé és egyre hosszabb időre süt ki a nap, komolyabb csapadék már nem valószínű. Fokozatosan enyhül az idő, eleinte helyenként még erős éjszakai fajtra számíthatunk, majd a nappalok mellett már enyhébbek lesznek az éjszakák is. A jövő héten tovább enyhül az idő, de már ismét sok lesz felettünk a felhő, és több alkalommal várható eső.